Pezsgő élet volt az idei ifjúsági bál témája, amivel összhangban volt a nagyterem díszítése is. Ráadásul több buborékos italból is választhattak a mulatozók, akik mind elegáns öltözetben érkeztek a bálba. A téma választása nem véletlen, mondták a szervezők. Idén azért választottuk a pezsgő életet, ezzel utalva egy kicsit a pezsgőre, mint italra, az eleganciára, illetve a pezsgő élettel pedig az újonnan megnyílt Európa Kollégiumot akartuk úgymond egy kicsit bevonni ebbe az egész bálba és a lakóikat is, hogy most sokan költöznek ide Újvidékre, közel a Petőfihez, tényleg itt vannak pár percre, és hogy pezsegjenek ők is, megtöltsük a Petőfi pezsgő fiatalokkal. És igazán pezsgett az élet a Petőfi nagy termében, ahol több mint 300 fiatalt a Dient zenekar mulattatta. A jelenlévők nem csak Újvidékről, hanem Magyarkanizsáról, Kishegyesről és más magyar lakta településekről is érkeztek. Azért tartjuk fontosnak ezeket a bálakat, mert mi ingyenes autóbuszjáratot indítunk, amely Vajdaságba körbejárja a magyar lakta településeket, és így szállítja el hozzánk a mulatozni vágyókat. A VMIK olyan szervezet, ami nem csak a helyi fiataloknak szervez ugye rendezvényeket, és ezért én úgy gondolom, hogy fontossága nem vitatható el. A fiatalok örültek a lehetőségnek, hogy egy vidám, mulatós hangulatban találkozhattak egymással. Részben, hogy a fiatalság összegyűlik, a magyar fiatalság Vajdaságban, és hogy ismerkedjünk mindannyian, mert egyre kevesebb a magyar, tehát ez egy jó lehetőség, hogy összehozza minket. Hogy összehozzák az embereket különböző helyiségekből, nem tudunk másképpen találkozni. Nekem nagyon tetszik, hogy sok ember itt összejön, ismerkedni lehet, és mulatni. Kikapcsolódunk, fiatalok. Nagyon jó szerintem. Jól érzem magam, örülök, hogy ez a bál ilyen sok éve már megszerveződik. Nagyon jól érzik magunkat, szerintem a fiataloknak erre van szüksége. Remélem, még nagyon sok éven keresztül meg fogják szervezni. Szerintem a hangulat magáért lesz. Az ifjúsági bált évente kétszer rendezik meg, tavasszal és ősszel. Az idén is a hagyományokhoz híven a fiatalok hajnalig ropták a táncot.